Brodi, a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a középpont a mikrofonnál Fekete Rita. Értékelni fogjuk egy picit a választási eredményeket, így nyolc nap elteltével, és bízom benne, hogy egy picit másképp, mint ahogy az elmúlt héten tették az politikai jellemzők. Erre biztosíték két vendégünk, akiket nagy szeretettel köszöntünk itt a stúdióban. Kis Viktor, politológus ideológia kutató és Békés Márton a 21. század intézet igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot! Jó napot a hallgatókat. És az első kérdésem az lenne, hogy érte -e önöket bármiben meglepetés, akár a választás eredményét illetően, akár az azt követő reakciókat illetően, akár a megelőző kampányt illetően, lepte -e meg bármi önöket ebben az elmúlt mondjuk két hétben? Kis Viktor? Öhöm. Hát igen, ez egy jó kérdés, és az ember ugye mind lepődik meg, mert egyrészt van-e az embernek egy olyan érzésvilága, hogy mi fog következni, és másrészt ugye meg folyamatosan jön a nyilvánosságból az, ahogy állítják, hogy mi fog következni. És akkor nyilván az emberre bizonyos szempontból hat. És ugye tudjuk, hogy az ellenzéki nyilvánosság sajnos az állasztás előtti egy-két hétben olyan erősen súlykolta... Hogy, hogy, az ellenzék fog győzni, hogy lényegében az ember már nem gondolta volna, hogy minden, minden rámutató jel ellenére kétharmada lesz a Fidesznek. Valójában ez a kétharmad a választás előtti héten meglepett, előtte egy vagy két hónappal kérdeztek volna, nem lepett volna meg. Mostanában úgy látom a politikai nyilvánosságban, hogy ezek az önkritikus megnyilatkozások, ezek egyes politikai szereplőknek az előre menekülés miatt fontosak, vagy kifizetődök. nem vagyok politikus, tehát elemzőként nézem, figyelem és nyilatkozok erről a kérdésről, de azért egy kis önkritika itt se árt, tehát ezt a ezt az eredményt ö, nem láttam, ö, ez, ez meglepet, bár a 21. század intézet nem közvéleménykutató cég, és ö, nyilván olyan felelősségei sincsenek, a, ami ehhez ö, kapcsolná a, a szereplését, de, de azért az, hogy a 2010-es, 14-es és 18-as választáson elért kétharmados felhatalmazásnál is nagyobb kétharmados felhatalmazás jön, három millió szavazópolgár szavaz egy irányba, majdnem három és fél millió egy irányba szintén a gyermekvédelmi népszavazáson, azért ez szerintem nem csak a politikai látképet fogja átalakítani, még hozzá olyan módon, amit én nem vártam, tehát ez valóban meglepet, hanem szerintem a magyar társadalomnak a, a szerkezetéről is elmond sokat, még olyan, olyan mértékben, amit én, én szintén nem láttam. A, az ellenzéki, mert, mert most nagyon sokszor az ellenzékről, az ellenzék állapotáról, helyzetéről van szó, nyilván azért, mert talán tő, nekik van több elszámolni ö, valójuk, és ö, az ellenzéki oldalon tanúsított viselkedések egyike-másika meglepett. Meglepett a, az elnézést az őszintességért, de a ezek viselkedésükkel kapcsolatos becstelenség, a politikai vakság, ez valóban meglepett. Ami különösen meg fog lepni, hogyha azok a, a szereplők, akik együtt könyvelték el és együtt hozták össze ezt a történelmi vereséget, hogyha ők a magyar nyilvánosságnak a megelőzőkhöz hasonlóan elismert ö, és hiteles szereplői tudnak maradni, az nagyon meg fog lepni. Akkor elmondom, hogy engem mi lepett meg a választási éjszakáján, illetve az azt követő napokban. Engem az a Magyarország térkép nagyon meglep, amit lehet látni azóta is. Bejárta a sajtót, ö, hogy szinte Magyarország térképének egésze narancsárga, és a most egy kis túlzással, de a közepén ott van egy paca, ami Budapestet jelképezi, és számomra ez a megosztottság, ami rendkívül meglepet, hogy hogy lehet az, hogy a Budapesten élők, illetve az ország többi részén élőknek a gondolkozása vagy életérzése ilyen szélsőségesen tér el egymástól. És érdekel nagyon, hogy kis Viktor, mit gondol erről, hogy mik lehetnek ennek az okai? Igen, szóval sokan azt gondolják, hogy itt valami olyasmiről van szó, hogy itt a budapesti meg a vidéki emberek között van egyfajta ö, alapvető szociokulturális különbség. És ö, ebben ö, van -e, olyan szempontból minimális igazság van benne, hogy ugye tudjuk, hogy Magyarországon a mobilizációs folyamatok sajnos mindig abba az irányba mutatnak, hogy, hogy ahogy a társadalom bizonyos tagjai ö, nyugatosodnak, globalizálódnak, ö, egyetemet végeznek, akkor ugye fölkerülnek a fővárosba, és akkor itt ugye ebből a szempontból bizonyos szociológiai csoportok nyilván felülreprezentáltak az ország más pontjaihoz képest. Ez például, amit én ö, nagyon, hogy mondjam, támogattam a Fidesznek a politikájában, amikor arról beszélt, hogy a vidéki nagyvárosokat meg erősíteni. Ö, ez szerintem pont az bizonyítja a választások eredmény, hogy ebben a kérdésben azért még nem sikerült a Fidesznek áttörést elérni. Én nagyon örülnék, hogyha Szeged, Debrecen is tudna olyan úgymond világvárosra vonat, jeleket mutatni, ami ebbe a, ebbe a választási eredménybe belejátszik. De ami számomra szóval sokkal fontosabb, hogy én azt gondolom, hogy nem azért szavaztak a budapestiek inkább az ellenzékre, mert a, mert, mert, a budapestiek másak, mint a vidékiek. Tehát nem azért, mert a budapestiek műveltebbek, a budapestiek jobban látják az igazságot, a vidékiek meg bunkók, a propaganda megvezetőket. Nem, én azt gondolom, hogy itt arról volt szó, hogy a Fidesz és az ellenzék az ország két különböző pontjához beszélt. És nyilván a budapestiek ezért jobban azonosultak az ellenzékkel, hiszen az ellenzék végig arról beszélt, hogy ez az ellenzék beszorult Budapestre a kommunikációjában. Tehát nem a budapestiek másak a vidékiekhez képest, hanem az ellenzék tudta sikeresebben megszólítani a budapestieket azáltal, hogy egy budapesti pártá vált. És a Budapesti úgy érezte, hogy hozzá az ellenzék beszél, a vidéki Magyarország meg úgy érezte, hogy hozzá a Fidesz beszél. És ez mindig azt gondolom, hogy a legnagyobb hiba, amit elkövetett. Ezek a kimagyarázások ugye az elmúlt, az elmúlt héten amikor megpróbálták valami markáns különbségre visszavezetni, hogy, hogy itt a, 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 vidéki szavazó és a fővárosi szavazó mindenben különbözik egymástól. Ez, ez nem igaz. Ez, ez, ez én azt csodálom ebben, hogy a szociológus, szociológusnak ezt mondanák, akkor miért nem mondja azt a szociológus nekik, hogy állj? Tehát, hogy nem így működik az országnak a rétegződése. Nincs olyan ország, ahol az egy, egy város egy homogén csoport, és utána 7,5 vagy 8 millió meg egy másik csoport. Nem, itt ez, ez, arról szólt, hogy az ellenzék beszorult a fővárosba. És ezért szavaztak rá a fővárosiak, mert magukra ismertek. De hát erre jók a kampánykörútak egyébként, nem? Nem, nem volt elég? Nem, 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 nem. Ez, azt, hogy menjünk le vidékre, ezt szoktam mondani, hogy van némi minimális vidéki is, ismer, ismerettségeim, és azt fogtam mondani, hogy sokan nem menjenek a vidékre, mert ott a helyi ital, italmérőben nagyon megvernék őket. Tehát az, hogy menjünk le vidékre, az nem oldja meg a problémát. Egyszerűen, ha a mondandó, olyan, hogy abban a vidéki Magyarország nem tud magára ismerni, akkor nem fognak rá szavazni, akkor se, ha, 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 ha lemész. És ez amit egy hét alatt nem sikerült az ellenzéknek fölfognia. Hogy, hogy nem, nem és ez, 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 ez szerintem egyet is fogunk talán érteni, de ez egy, ez egy paradigmatikus az elmúlt héthez képest. Ez egy, ez egy nagyon más nézőpont, hogy nem a kampány technikával volt a baj. Ezt az ellenzéki, legtöbb ellenzéki elemző nem hajlandó figyelemben menni. Nem a kampánytechnikával, nem azzal volt a baj, hogy nem mentünkre vidékre, vagy nem volt elég plakáthelyünk, vagy, vagy hogy a, a, az interneten rosszabbul kampányoltunk. Nem ez volt a baj. Az ellenzéknek a mondandójával volt a baj. A vidékiek arra a mondandóra nem rezonáltak. De nem, nem meglepetés, hogyha a Viktorral több mindenben több mindenbe értünk egyet, én szerintem, mint amiben nem. A, hogy, hogy, az üzenet volt-e a baj az ellenzéki részről, ez szerintem egy tartható álláspont. Azzal már azért vitatkoznék, hogy, hogy az üzenetek eljuttatásának, közege egyáltalán a beágyazódás, a pártok beágyazódására gondolok, hogy az, az hogy alakul, én szerintem itt, itt, itt komoly hiányosságok vannak. Mégpedig abból a szempontból, hogy a Fidesz már egyébként a pártnak a megszerveződése, kapcsán, a helyi társadalmi mozgalmai kapcsán, a kapcsolattartás, természetesen a nyelvhasználat, és legyünk őszinték a tematizáció, tehát a témaválasztás kapcsán is sokkal közelebb állt a, a, vidéki szavazókhoz, és most vidék alatt nem csak csornát értjük, meg algyőt, hanem székesfehérvárat is. Tehát itt, itt azért ez nem városfalú ellentét. Leginkább arról van szó, hogy a, az MSZP, aminek volt egy komoly ö, országos lefedettsége, hát a az részben megörökölte, részben ő maga építette, ez tulajdonképpen úgy felszívódott, mint amikor az embernek a térszalagja elszakad, és aztán a, ha azt nem kezelik, a térszalag ö, felszívódik a testben. Hát nagyjából ezeknek a pártoknak a a vidéki, vidéki és vidéki nagyvárosi struktúrája is így járt. A dk esetleg van valami, a jobbik alól kicsúszott a talaj, és az, hogyha kicsúszott a talaj, az nem csak azt jelenti, hogy egy-egy plakátot, persze hát attól még ki lehet helyezni, hanem arról szól, hogy nincsen a városban, nincsen a faluban, jobbikos ember, a, a tanító, a pap, a vidéki gazdász egyszerűen elidegenedik ezektől a. A pártoktól, a Fidesznek pedig, hát legyünk őszinték, van, van egy komoly népi bázisa, de nem olyan egyszerű, a, a és bocsánat, hogy a, a kérdést kritizálom, ez egyáltalán nem illik, de azért a, az ellenzéki pártok Budapesten se szerepeltek annyira jól, mint ahogy ők számították, a 18 országos választó kerületből persze 17-et elvittek, de kettő másikban a Fidesz és az ellenzék közötti különbség az egy másfél százalékon belüli volt, nagyon sok szavazó, tehát azt mérésekből látható, hogy ilyen utó felmérésekből, hogy, hogy egyszerűen elszivárgott és vidéken pedig Szegednek, illetve Pécsnek egy-egy felét azért meg tudták szerezni ellenzéki szereplők, de Budapesten nem akkora arányokkal győzött az ellenzék, mint amekkora arányokkal általában és átlagosan vidéken győzött a Fidesz. Tehát itt, itt valóban a, a kettő között én azt hiszem, hogy infrastruktúrális és alapvetően tudásszerzési különbség van, a, Országgyűlésbe bejutott, magukat pártnak nevező ö, ellenzéki ö, struktúrák, amik valójában párt életet nem élnek, szavazóik nincsenek, párt struktúrájuk, párt ideológiájuk nincsenek, ezek valójában nem országos pártok, hanem budapesti szubkultúrák. Akkor hagyj hozzam ide Mérő Lászlót, aki az egyenes beszédben ő mondott egy nagyon érdekes mondatot, nyilván önök is találkoztak vele, ugye ő egy matematikus, és azt mondta, ő szavazatszámláló volt egy kisebb faluban most a választások során, és azt mondta, hogy azt a tapasztalatot szűrte le, hogy nem a vidék agya van átmosva fideszes propagandával, hanem az ő agya, tehát így mondta, hogy az én agyam van átmosva budapesti propagandával. Van ilyen, hogy budapesti propaganda? És létezik ez a fajta buborék, ami mondjuk itt Budapesten belül, tehát van ilyen egyáltalán, hogy azért van ez a nagy sok, meg talán a budapesti értelmiségek körében egy ekkora csalódottság, amit lehet tapasztalni? Igen, szóval azért mérül Lászlónak ezt a szövegi, ezzel kapcsolatos szövegeit szerintem kötelező olvasmányként mindenkinek olvasnia kéne. Ez most a választásnak az egyik emblematikus szövege lesz. Nem az igazság igazságtartama miatt, hanem a jelenség miatt. És ugye itt pont vissza is kapcsolatunk azért az előző kérdéshez annyiban, hogy, hogy két dolgot szét kell választanunk. Az egyik az üzenet. Az üzenet az a kampányba való. Tehát az a kampány idején vannak üzenetek. És a másik pedig a világkép. A világkép az egy sokkal tágabb dolog. És a világkép az, amit, amit aminek meg tudja az ember, a saját magát bele el tudja helyezni benne. És az a baj az ellenzéknek a világképével, hogy egy mérőlászó el tudja magát helyezni benne, de a beágyazottság, a vidéki beágyazottság azért nem tud létrejönni, mert annak nincsenek meg a vidéki, és meg egy vidéki nagyvárosra is, akár bár ott még inkább, de nincsenek meg azok a szerepek, ahol abba el tudja magát helyezni az emberünk. És ezért lényegében az a, a, a ellenzéki pártok beágyazottsága ugye akkor szűnt meg, amikor egyrészt az MSZP-nek felszámododott az a világképe, hogy, hogy mi vagyunk azok, akik a rendszerváltás valamilyen módon tompítani akarjuk a rendszerváltás negatív hatásait. Ez ugye értelmezhető volt egy faluban is, értelmezhető volt egy kisvárosban is. A jobbik esetében ezek a helyi szerepek, hát mondjuk ki gyakorlatilag ezek a szélső jobboldali szerepek voltak. Tehát az volt, aki, aki letörte a cigány kezét, halopott. Ez egy, ez egy átélhető szerep volt, erre, erre helyben megvoltak az, ön, az önjelölt vagy jelölt emberek, akik ezt vinni akarták amikor beszorult az ellenzék, akkor olyan szerepeket kezdett fölvenni, amiket egyre inkább már csak olyan emberek tudtak átélni, mint mondjuk a mérő László. És mi történt? Abból jött létre a buborék, amikor homogenizálódik egy, közeg, amikor csak egyféle ember van egy közegben, és ezek az emberek egymáshoz kezdenek el beszélni, egymást erősítik, igazolják vissza, hogy amit én mondok, mindenki azt mondja. Csak mi van akkor, hogyha az a mindenki azt mondja, az pont olyan, mint én, és ez egy nagyon szűk réteg az országon belül. És így valóban egy, egy létrejött ellenzéki, egy ellenzéki buborék, ezt én inkább az összefogás buboréknak hívnám. Ezek az emberek azok, akik, akik az összefogás hívószava, jelszava mentén az összes alaptézist elfogadták, amit annak nevében nekik mondtak. Ezek az emberek ebben az alaptéziseknek a nevében kezdtek gondolkodni, ezek hozták őket össze Facebook csoportokba, értelmiségi szubkultúrákba és valóban ezek az emberek nem kaptak más impulzusokat. És ugye most valójában ez nem egy túl jelentős esemény, hogy most a Mérő László elment szavazatot számlani. Egyszerűen csak annyi történt, hogy ők kaptak más impulzusokat. Az megint más kérdés, hogy ezekkel mit tudnak kezdeni ezekkel az impulzusokkal. Én azt gondolom, hogy nem sokat, mert egyébként pedig, és a utolsó gondolat, hogy azért ezt vezessük vissza, hogy azért ez a, ez a fajta bezártság, ez a fajta bezártság, ez nem mondjuk négy vagy nyolc éve kezdődött. Tehát a Mérő László egy olyan értelmiségi körnek, egy olyan értelmiségi szubkultúrának a tagja, aki ugyanebben a bezártságban él 30 éve. És nagyon érdemes visszanézni, hogy ez a, vid ez a menjünk le vidékre, ez a 18-as választás után ugyanúgy megvolt. Ugyanúgy lehetett ezeket olvasni, és ez nem új gondolat. Csak most valahogy jobban ütött nekik, mert gondolom nagyobb volt a veresség. A vereség is nagyobb volt, illetve ö, körülbelül 20, tehát több mint 20 ezer számláló ment úgymond le vidékre, és szembesült ezekkel a tapasztalatokkal. Ugye a, a orosz eszmetörténeti vagy értelmiségi hagyományba a 19. század végén alakult ki a népközéjárás mez, így lehetne magyarra lefordítani, amit a különböző Narodnyik és Eszer csoportok Péterváról, Moszkvából, Szamarkandban, más egyéb nagyobb városokból kimentek vidékre, és megnézték, hogy hogy él a muzsik. Hasonló egyébként Magyarországon is volt, ebből egy nagyon nemes, többnyire baloldali szociológiai hagyomány született, népi mozgalomnak hívják, tehát még József Attila is a kezdeteknél ott volt, ugye menjünk falura, nézzük meg, hogy él a nép, I és Gyula, ennek a, a, a köréből jön és csinál magának nevet, miután Párizsból visszaérkezik, ugye a puszták népével, aztán Kovács, a Veres Péter lehet, a Féjagéz, a Kodolányi, az Ormánsággal lehet ezeket sorolni. Egy, egy nagy különbség azonban van, magyar népi mozgalom, amit nem győzök hangsúlyozni, hogy nagyon nemes, tehát én szerintem a legnemesebb magyar ö, balos hagyománynak tekintető jobb oldal sokat tanulhatna belőle, hogy egy picit legyek önkritikus is. Ezek, ezek, ezek a népből származó emberek voltak, tehát... Ö, nem tudom, mező, szilas és Dunántúli aprófalvak, vagy vagy viha, viharsarki, vagy éjszakalföldi származású ö, emberek voltak, akik irodalmi eszközökkel, ö, ö, hatalmas empátiával kutatták fel az, öv, az övékéiket, a, a sajátjaikat. Hogyha mai nap ö, bekapcsoljuk az ellenzéki nyilvánosság főtelevíziós csatornáját, elolvasuk a napilapjukat, akkor egy ö, Leginkább elidegenedett a saját, imádják mostanában ezt a szót, úgyhogy kiejtem én is buborékjukban élő, a saját nem csak városi és nem csak urbánus, hanem kizárólag budapesti nyilvánosságban megvitatásra érdemes témákat követő embereket látunk. Ezek a témák pedig, és fel fogok sorolni néhányat, ezek a témák a, a Oktatás autonómiája azon belül is az SZFL ügye, a nemzetközi nem kormányzati szervek és az általuk civil társadalomnak nevezett néhány szervezetecskének a, a belügyei, valamiféle nem eléggé reflektált antirasszista diskurzus amiben manapság úgy tűnik, hogy például Csáki Judit részéről a vastag cigányozás egyébként belefér, tehát ez, ez, ez nagyon különös, illetve a jogállamiság, és általában az élet jogelvi, már nyugati jogelvi alapjára helyezése. Ezek a témáik. Ezek a témák már nagyjából Budapest közigazgatási területén belül a város központtól 7 kilométerre se érvényesek. Nemhogy az ország ö, nagyobb területén, és a vidéki városokban, megyei jogú városokban sem ö, érvényesek. Ez egy, még egyszer mondom, ez egy ellenzéki szubkultúra lett. Ezt a helyzetet most azzal megváltani, hogy életükbe néhányan először jártak vidéken, és megnézték közelről, hogy a magyar emberek túlnyomó többsége hogy él, ezzel, ezzel ezt nem lehet megváltani, még egyszer mondom, a népközi járás a vidékre menés, ennek komoly szociológiai, irodalmi hagyománya van, népi mozgalom még egyszer, de az egész más dinamikák szerint működött, mint ahogy most néhányan ezt a Facebookra kiírják. Ha már a témák és az üzenetek, ez a kelet-nyugat párhuzam reláció, amit még azért hallottunk ebben a kampányban is, aki ránk szavaz, az nyugatra szavaz, illetve ugye Orbán Viktor Putyin mellé tették ki plakátokra, mintha ő a keletnek az embere lenne, és aki rá az a keletre szavaz. Kis Viktor szerint ez mennyire működik még, mennyire rezonál erre a magyar társadalom, és mi változott, hogyha nem rezonál rá a rendszerváltás óta, amikor azért ez még egy népszerű üzenet lehetett? Igen, ez egy, azt hiszem, hogy talán az egyik kulcskérdése a mostani ügynek. Hogy, és, és, nagyon tetszik az a kérdésben, hogy, hogy, hogy az a kérdés, hogy mi, mi változott ezzel a kapcsolatban, mert ugye azt tudjuk, hogy ez jelen, jelen van kezdettől fogva, és, és ugye most az ellenzéknek, az összefogásnak a legtöbb képviselője ő nagyon komolyan tartja magát ahhoz a meggyőződéséhez, most a szembe nézésekkor is tartja magát, hogy Létezik egyfajta, nevezzük így, nyugati embertípus. Tehát egyfajta nyugati embertípus, akinek olyan jellemzői vannak, hogy mondjuk ilyen civil kurázsival van megáldva, tehát például, hogyha korrupciót érzékel maga körül, akkor az ellen fellép, és a korrupolitikust elzavarja, vagy aki mondjuk szeret iskolába járni, és képzi magát, és, és a munkai karriert csinál, vagy aki, vagy aki fogékony a szabadság jogaira, és, és, és hogy ő elmondhassa a véleményét, vagy... vagy tehát vannak ilyen, tehát ezt le lehet írni, ezt az embertípust, aki szerintük a, a, nyugati embertípus, a nyugati embertípusból viszont szerintük ugye kevés van Magyarországon. És úgy képzelik Magyarországnak a, a, az útját, hogy egyre több, többet csinálunk ebből a nyugati embertípusból. Értsd, valamilyen módon az ország nagy részét rávesszük, hogy mozduljon el ebbe az irányba. Ő is váljon nyugati embertípussá. És ugye itt egy óriási nagy változás van. Az a nagy változás, hogy amikor a rendszerváltás időszaka beköszöntött, és amikor arról beszéltünk, hogy nyugat vagy kelet, akkor ezt olyan módon tudták megfogalmazni, hogy azt az egész ország a sajátjának érezhette. Tehát ha a kelet a szovjet hadsereget jelentette, ha a kelet a. a, a nem is a bolsevik, hanem inkább a szovjet típusú rendszert jelentette, az, 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 az ázsiai, az, ázsiai, típusú hatalmi elnyomó rendszert jelentette, a kelet a szegénységet jelentette, a gazdagsággal. Ezt az egész országát tudta élni. Amikor az, az, ezért az egész ország ilyen értelemben nyugatos volt. Nem, és ez nem csak a szociális dolgokról szólt, tehát nem csak arról szólt, hogy mindenki Bécsbe akart járni vásárolni, ennek bizony benne voltak a szabadságjogok is, ebben a képben az egész országát tudta érezni. Most oda jutottunk 2022-re, hogy az, hogy az összefogás mögött álló elitek azt állítják, hogy, hogy ők a nyugatiak, és hozzájuk képest az ország nagy része egy keleti bunkó. És hogy azért szavaznak Orbán Viktorra, mert a keleti bunkók Orbán Viktorra szavaznak. És akkor utána, ezt lejöttem az utóbbi publicisztikámban, és hogy utána meg elvárnák, hogy a többség szavazzon rájuk. Tehát, hogy lebunkózom a többséget, azt mondom, hogy ti keleti bunkok vagytok, és utána azt állom, hogy a keleti bunkok térjenek észhez, és lássák be, hogy húha, én egy keleti bunkó voltam eddig, és inkább, 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 inkább akkor az ellenzékre szavazok, mert nekik volt igaza, és majd valahogy kimosakodok, és, 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 nem leszek egy ekkora paraszt. Tehát, hogy ez történt most, tehát ez az eltoldás, amit kérdezett, ez rendkívül megtörtént. A nyugat egyébként nem volt, már nagyon nagy problémák voltak vele, de ez 89-ben az egész társadalom számára átélhető volt, most viszont ez egy kisebbségnek lett a szembeállítása, aki ezt bunkosbotként használja a társadalommal szemben. Nagyon nehéz úgy választást nyerni, vagy a választás után elvesztett választás után hitelesnek maradni, hogy Kunhalmi Ágnes bemegy a televízióba, és azt mondja, hogy úgy tűnik, hogy ebben az országban van, tartalmilag idézem, bár jó lenne szó szerint, mert számomra megdöbbentő volt, akkor azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy ebben az országban van 330 ezer fasiszta, utalva a mi hazánk listájára, szavazókra. Fasistoid. Fas... Hajlamú, hogy ha... kiavította utána, én is hallottam az interjút. Mikor visszakérdezettem is, hogy ezt komolyan gondolja. Adjuk el. meg, így van. Hát ez, a, ez a helyes, de azt hiszem, hogy ez még, ez még, mindig a politikai bölcsességen, jócskán túl van. Most nem unalmi ágnesen akarom a politikai bölcsességet számon kérni, de, de a, a reál politikus igen. Tehát azért, ha megfigyeljük az a ellenoldal szavazó táborát, az igazi politikus az nem elidegeníteni becsmérelni akarja, hanem hát megszerezni, hiszen hatalomra szeretne jutni, tehát legyünk egészen nyíltak. Csak csatlakozni tudok Viktorhoz, tehát amikor azt halljuk, hogy, és azt hallottuk hosszú-hosszú hónapokon keresztül, hogy a Fidesz szavazói, és most idézni fogom, tehát ostobák, vidéki, tanulatlanok, olyan nők, akik nem tudnak nyelvfejességi hibák nélkül megfejteni egy keresztrejtvényt, trágyával etetett gombák, adott esetben nácik, fasiszták, Putyin háborúját támogatók, és aztán ugye mennek tovább a szövegek, amikért jelzem azóta se Kért senki bocsánatot. Tehát akkor annyira súlyos szavak maradnak a levegőbe, ami nyilván akár ellenállást is válthat ki a túloldal szavazóiból, a túloldal médiája és annak szereplői pedig hát ezt természetesen kifogják fogják használni, és ennek nagyon-nagyon sok köze van a nyugat-kelet relációhoz, mert amit Viktor elmondott a nyugat-kelet reláció ellenzéki kezeléséről, az nem is feltétlenül az égtájakra vonatkozik, úgy egy, egyébként nagyon bornírt és nem túl szofisztikált történet politikai narratívát jelent, hanem morális kérdés. Tehát ak akkor vagy jó ember, akkor cselekszel morálisan Helyesen akkor vagy felvilágosult európai állampolgár, ha mindig minden körülmények között a nyugatot válaszod, amely egy nem kellően reflektált nyugatkép. Ez a nyugatkép nagyjából egészéből a moralizáló progresszív, európai mainstreamet jelenti mindenféle komoly lokalizálás nélkül. Ez a ez és azok a szitok szavak, amik a túloldalról a Fidesz szavazóbázisa irányába elhangzottak, ezek vezettek oda, hogy ez a történet politikai narratíva, ez, 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 ez csődhöz vezetett, és ennek már két millió szavazója sincs Magyarországon. Ide lehet hozni azokat a példákat is most az elmúlt hétről, mikor ellenzékhez köthető értelmiségiek különböző cikkekben arról írtak, hogy ugyan a választásnak a napján nem történtek csalások, de hogy a Fidesz ezt a választást már korábban elcsalta, akkor, amikor olyan rendszert állított fel, vagy, vagy azzal, hogy a köztévében négy évente öt percet kapnak az ellenzéki ellenzékhez köthető pártok és emberek. Illetve ugye azt is kihozták, hogy a sajtóban volt erről cikk, hogy a leg volt olyan falu, ahol száz a Fideszre szavazott, nagyon kicsi, szegény falu. Tehát, hogy ezek az emberek annyira kiszolgáltatottak, hogy csak egy helyről tudnak informálódni, és ugye az a Fidesz kezében van az a sajtó. Békés Márton, erről mit gondol, ez így van? Tehát, hogy van ebben igazság? Hát közben pedig azt halljuk, hogy az mtv nak a nézettsége nem jó. Tehát akkor most senki se nézi, viszont mindenki onnan tájékozódik. Amikor van lehetőség, hogy a köztelevízióba ezek a szereplők bemenjenek, és nagyon helyesen, akkor ott a kétfarkú kutyapárt ö, jelöltje, arra méltatja ezt az öt percet, és az őt egyébként hallgató szavazókat, hogy elmímeli egy nagyon rossz stand-up be ágyazva, hogy a feleségével ö, telefonál. Márki Péter az öt percet arra használta, hogy a köztelevízió műsor struktúráját gyalázta, és felolvasott egy 5 perces beszédet megszakítás nélkül. Hát, ö, tehát Egyébként döbbenetes és riasztó volt az a, az a felsőbséges felolvasott szöveg, amit ott... Előadott lehet az MTVA műsorpolitikáját kritizálni, a, a, a nyilvánosság szerkezetével kapcsolatos megjegyzéseket tenni, ezeket nagyjából egészéből az élet és a nyilvánosságra vonatkozó, különösen az online-ra vonatkozó statisztikák nem erősítik meg. A legnézettebb tévéhíradó ma az RTL Klub tévéhíradója, ami egy német tulajdonban lévő, német, ennél fogva nyilván német érdekeket és amerikai érdekeket szolgáló televíziós műsorgyártást valósít meg. Az ellenzéki oldalnak jelen pillanatban több heti lapja van, mint a, mint a, a kormány oldalnak. Az internet tere pedig elég tágas és szabad. Az valószínűleg inkább a rustaságnak és a innováció hiánynak az oka, hogy ott a megafon csoport tudott elérni nagyon komoly eléréseket, mert a költések tekintetében a ellenzéki oldalra nagyjából egész évből ugyanannyi pénz ment el. Karácsony Gergely előválasztási kampányá egy milliárd forintba került a Facebookon, tehát ezek a, ezek a, ráfogások, meg hogy még előbb elcsalt a Fidesz a választás, sőt, 12 éve folyamatosan csal, ezek szerintem elég alacsony nívón működő magyarázatok, inkább azzal kellene Számolni az ellenoldalon, hogy a mondani valójuk mögött komoly társadalomtudományi, de tovább megyek, komoly filozófiai felkészültség nincs, egységű, ugyanazt mondás történik, és a magyar társadalom igényeire és széles rétegének elvárásaira egyáltalán nem reflektálnak. Ez ugye még hozzá lehet tenni, hogy a legnézettebb YouTube oldal pedig a Partizán, ami Abszolút az ellenzék mellé nyíltan odaállva próbált kampányolni. Tehát az elmúlt hónapban ők voltak a legnézettebbek, ezek egy nagyon friss statisztika és szám. De akkor kis Viktorhoz fordulnék, mert nagyon régóta halljuk már azt, hogy ebben a rendszerben meg lehet-e verni Orbán Viktort, vagy nem lehet megverni. Mit gondol erről? Meg lehetne? Természetesen azt gondolom, hogy meg lehetne verni, és azt hiszem, hogy talán a mostani, tehát az, hogy ma még a beszélgetésben nem hangzott el hogy igazából nem vagyunk túl vidám helyzetben. Tehát nem mint ellenzék, hanem most, mint az ország egészen. Ez most azt hiszem, hogy ami most történt, az egy olyan korszakot fog eredményezni a magyar nyilvánosságban és a magyar politikában, amit, amit szerintem senki nem akart. És ugye ugyanis az történik, hogy volt, a, volt egy tézis, amire egy szembenállás épült. És és ez, ez, a, ez az egész tézis ez érvényét vesztette. Tehát arra épült az ellenzék szembenállása a fidesz szemben, hogy, hogy, a társadalmi többség mögöttük áll, csak a kormányzati propaganda gépezet működése miatt az emberekhez nem jut el az igazság, a, a igazság a Fideszről, és nem jut el az igazság a Fideszről, és nem jut el az igazság az ellenzékről. És azon lehet vitatkozni, hogy eljutotta az emberekhez az igazság az ellenzékről. Meg az is lehet vitatkozni, hogy a Fidesznek a propaganda gépezete, ami kétségtívül azért elég komoly mértékben kiépült az elmúlt időszakban, hogy ez, ez mennyire, hogy mondjam, mennyire akár az izlésünknek, akár a politikai felfogásunknak mennyire elfogadható. De sajnos az, az, ellenzéknek ami az, megdölt az ellenzéknek, a, a, ami az, ellenzéknek a, az egész létalapja, az volt a léte lét az ellenzéknek, hogy hogy itt egy össznépi, össznépi diktatúra ellenes társadalmi mozgás van, és ők ezt az össznépi diktatúra ellenes társadalmi mozgást ö, ö, személyesítik meg. És persze, és, és, és most kiderült, és ugye mi derült ki, és ezért vagyunk nagyon drámai helyzetben, hogy kiderült az, hogy, hogy valójában a, a, a társadalom többsége nagyon is jól tudta, hogy mit képvisel az ellenzék. És azt is nagyon jól tudta, hogy milyen a Fidesz. És a kettő közül nem kellett neki az ellenzék. És ez egy nagyon új drámai helyzet, mert innentől az ellenzéknek a lét alapja oda lett, hogy a társadalmi többség mögöttük áll. Nem azért nyert a Fidesz, mert nem tudják az ellenzéknek a mondandóját, és mert az igazság nem jut el az emberekhez, hanem azért nyert a Fidesz, mert, mert az ellenzék nem kell a társadalom többségének. És ez egy olyan új helyzet, amire a Fidesznek is reagálnia kell, mert hiszen hiszen, hogyha az ellenfelemnek lényegében vége van, ha kiderült az ellenfelemről, hogy, hogy akármennyi külföldi támogatás, akármennyi megifeszülés, akármennyi összefogás, ez nem fog tudni 40 fölé menni. Ha ez kiderül az ellenfelemről, akkor onnantól a kormánynak is máshogy kell viselkednie, új helyzet van. És az ellenzéknek is új helyzet van azáltal, hogyha kiderül, hogy ebben ennyi van. És, és azt hiszem, hogy most egy olyan nagyon rossz időszak fog következni, hogy nem tudom, hogy mi, mi lesz, hogy ezzel ki hogy fog tudni szembenézni ezzel az új helyzettel, hogy, hogy a hatalom hogy fogja tudni kezelni, hogy, hogy, nincs ellenfél. Hát ez az ellenfél ennek vége. Meg a belpolitikai értelemben, tehát most nem a globális dimenziókra, de a belpolitikai értelemben ennek vége. És hogy hogy fogja kezelni az ellenzék, hogy fogja kezelni az ellenzék, hogy amiben eddig, eddig hittünk, annak vége. De ugye az elmúlt tíz év, arra játszott rá, vagy, vagy úgy alakult, hogy igazából az MSP, ami egy szociális, vagy egy szocialista baloldalt képviselt, szinte eltűnt. Ott volt az LMP a zöld politikájával, szinte eltűnt, és maradt egyfajta progresszív baloldalt képviselő tömb. Mit javasolnak is Viktor az ellenzéknek például, hogy próbálják meg megtalálni ezeket az ügyeket, hangokat, újra definiálni magukat, mert hogyha ez, ez marad, ez a progresszív baloldalhoz köthető tömb, ez valószínűleg a következő választáson sem biztos, hogy kell majd a szavazóknak. Hát én nekem nagyon a meggyőződésem már akkor is, amikor még sokan az összefogásban hittek, hogy, hogy a baloldalnak először egy, nevezzük így, harmadik pólust kellene létrehozni. Ugye ez a harmadik pólus, ez a elég elcsépelt dolog, mert ugye sokszor úgy szokták értelmezni, hogy akkor valahol a Fidesz és az ellenzék között kell egy, egy harmadik valamit létrehozni. Én, én, azt gondolom, hogy ezt nem oda kell létrehozni, hanem egy, egy, egészen új dolgot kéne csinálni, ami, ami még nem volt, és, és, és ugye azért vagyok szkeptikus, mert ugye ezt azt látom, hogy nem tudom, hogy ez kinek az érdeke. Tehát az ellenzék, az látszik, már most látszik a reakciókból sajnos, hogy, hogy idén inkább arra kezdenek játszani a szereplők, hogy folytassuk ezt, ami van, hiába buktunk meg, folytassuk ezt, mert ezzel, ha jól összezárunk, el tudjuk élni, hogy létrejöjjön valami más mellettünk. Tehát, hogyha, hogyha továbbra is ezeket mondjuk, és továbbra is kinevezzük az árulónak, aki mást akar, akkor, akkor legalább mi maradunk. Tehát, hogy meg tudjuk őrizni a pozíciónkat, netto pozíció változott ez a dolog. Ö a hatalom részéről pedig, tehát az ellenzék egyszerűen már ő maga le fogja radírozni, hogyha bárki próbálkozik egy harmadik pólussal, ő ezeknek az erőforrás és egyéb dolgait nagyon nehezen látom megszerezhetőnek, hogyha valamelyik része az ellenzéknek le nem szakad. Ez, 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 ez egy, az alapvetően egy olyan dolog tudná beindítani, aki a mostani összefogásról szakadna le, azt mondaná, hogy nem, hogy ebből elég volt, ez nem jött be, csináljunk valami mást. És a hatalom oldaláról pedig ugye szintén nagyon nehéz a dolog, mert ő mert hogyan vár, mennyire várhatjuk egy hatalomtól azt, hogy létrehozza saját potenciális gyilkosát arra, azáltal, hogy azt mondja, hogy, hogy én a normális Magyarország, normális Magyarország érdekében valamifajta alapot teremtek erre a dologra. Hát nyilvánvaló, hogy hogyha ezt józan észrevé gondoljuk, nem nagyon várható egy hatalomtól, hogy a saját, főleg, ha mondjuk utána az történne, hogy ez a bizonyos új új magyar ellenzék, ez aztán mondjuk egy megfelelő pillanatban egy választási összefogással mégis a régi ellenzékkel állna össze. Tehát ez, ez, azt gondolom, hogy azért nagyon nehéz a helyzet, mert egy olyan dolgot szeretnénk, egy olyan dolog elengedhetetlen, amit, amit mindenki kézzel-lábbal írtani fog. Na gyorsan akkor még a mi hazánkról, hogyha lehet, mit szóltak a mi hazánknak a bekerüléséhez a parlamentbe, lehet-e ez egy harmadik erő? Nem hiszem, ugye többen már-már már reménykedve mondták, hogy jó, nincs itt semmi látnivaló, csak visszaépült a centrális erőtér. Én ebben nem hiszek. A centrális erőtér lényege az volt, hogy van egy központi, egy centrális pozícióban lévő kormányzó tömb, és tőle jobbra is, balra is hasonló méretű, nálánál kisebb, de egymáshoz képest hasonló méretű erők vannak, ami képtelenek összeállni aztán mégis képesek voltak összeállni. Tehát ez a tanulság a 2018 és 22 közötti időszaknak. Most azonban nem ez épült vissza, most is van egy központi kormányzó töm, csak hát ez jóval nagyobb, mint a centrális erőtér tíz éve idején, és tőle, jobbra meg balra olyan erők vannak, amik hát törpe kisebbséget alkotnak. A mi hazánknak a bekerülése hasonló a miép és hasonló a jobbik bekerüléséhez, tehát való, valóban a program szinten szélső jobb oldalinak nevezett, vagy megengedőben nemzeti radikálisnak nevezett erők képesek bejutni a, a parlamentbe az ellenzéki oldalon kell velük számolni, tehát a Egyesült Ellenzék nem fogja tudni ezt követően azt mondani, hogy csak ő Magyarországon az ellenzék, hiszen a mi hazánk nagyon határozott, sőt radikális ellenzéki állásponton van, hogy ennek, tehát a koronavírus járvány helyzetében tanúsított mondani valójuk, vagy a hagyományos nemzeti radikális mondani való-e a meghatározó, ezt majd volt a sikerükben meghatározóbb, hát ezt, ezt nehéz mérni. Számukra ez egy komoly siker, és hát Más nem mondjak az ellenzéknek, még ez is egy komoly vereség. Tehát nem, hogy a Fidesz kétharmadot szerez, sőt, nagyobb kétharmadot, mint eddig, hanem még a mi hazánk is bekerül, hát szegény embert az ÁG is húzza, az ellenzéket pedig még torockai is. Szerintem ez lesz az elkövetkező felállás ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Igen, tehát az az igazság, hogy az ellenzéknek be kell látnia, hogy a mi hazánk az az ő kudarca is hogyha sokáig ezt folytatják, akkor még inkább, még inkább, még inkább fogják tolni jobbra a magyar választókat, mert ők annyira ellenszenvesek. És eddig azt lehetett mondani, hogy Orbán Viktor a fasiszta. Most már ott tartunk, hogy most már Orbán Viktor lesz a konszolidált ahhoz képest, amit mondjuk a mi hazánk fog képviselni. Én nem szeretnék úgy beszélni ezzel a mi hazánkról, mint hogyha ez valami szimpatikus, ártatlan dolog lenne. Én nagyon sajnálom, hogy ide jutottunk, hogy megint ki lett tolva a választóknak egy része annyira szélső jobb oldalra, amiatt, hogy annyira utálja az ellenzéket. Ez számomra szomorú fejlemény. Na, még akkor egy utolsó kérdést engedjenek meg. Friderikus készítette egy podcastet Böcskei Balázs politológussal. A hétvégén néztem meg, és nagyon megdöbbentett az egyik kérdés, ami úgy szólt, hogy lehet-e boldog, Magyarországon a következő négy évben az, aki nem a Fideszre szavazott. Ez egy nagyon szerintem meglepő kérdés egy ilyen politikai beszélgetésben, már eleve a boldogságnak a behozattal, egyéni szinten, de azért érdekelne az önök véleménye is, hogy mit gondolnak erről, mit, mit, mit mondanának azoknak a nagyon elkeseredett, vagy csalódott, vagy, vagy nagyon sokkos állapotban lévő ellenzéki szavazóknak, akik most egy nagyot csalódtak. Én örülök ennek a kérdésnek, mert én azt látom, hogy túl sok embert sikerült mérhetetlen lelki nyomás alá helyezni, és, és hisztérizálni, és tényleg úgy élik most meg, hogy a világ vége eljött. És azt gondolom, hogy, hogy ezt nem kell már csinálniuk, mint az, azt gondolni, hogy, hogy nem hallgatok többé azokra, akik engem ilyen módon, ilyen módon elbántak velem, ilyen módon hamis illúziókba ringadtak, ha nem el kell kezdeni keresni valami mást. Én azt hiszem, hogy itt nem, nem, az ellenzéki politikusoktól is vár az ember egyfajta önkritikát és újragondolás, de azért ott nagy illúziók nincsenek, mert ott egzisztenciális megélhetési dolgok kötődnek hozzá. Az ellenzéki szavazónak viszont nincsen egzisztenciális megélhetési ö, 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 problémája ebből a szempontból. Az lenne a legnagyobb veszély a mostani ellenzéki ö, összefogás szereplőire, hogyha azt mondanák az ellenzéki szavazók, hogy, hogy, nem, hogy én akkor most ezt újra gondolom. És, és nem az történt, hogy itt valami világvége van, hanem az történt, hogy engem egyszerűen itt félrevezettek. Tehát visszautalva Mérő Lászlóra. Mérő László, amit mond, hogy őt becsapták, ez az igazság. De nem a Mérő László fogja ezt újra gondolni, hanem az az egy, egy egész hány millió szavazó, aki az ellenzékre Kirenc. szavazott, 1,9 millió szavazóna, ők gondolhatják ezt újra. És én ezt, ezt javaslom, hogy nem szabad azt érezni senkinek, hogy itt világvége van. Nincs vége, Nincs. Nagyon tetszett, a, amit a, a Viktor mondott, és ebben én szerintem a jobboldali, szavazók, politikusok számára is van felelősség, tehát fenhéjázás, káröröm, azt szerintem de nem is hallok ilyen hangokat a, a hivatalos nyilvánosságban, ez szerintem megengedhetetlen, az ország fel kell, hogy készüljön egy előtte álló valószínű nehéz helyzetre, ebben stabil, hiteles, kormányzás, és igen, minden magyar ember szolidaritására szükség van. Az ellenzéki szavazók én szerintem ne hagyják, hogy a, az élet válságukat, ennek a, a, hangulatát rá nyomja az ellenzéki politika. A, 2002-es választási kudarcot megéltem, a 2004-es kettős állampolgársági népszavazás kudarcát megéltem, a 2006-os választási kudarcot megéltem, nyolc éven keresztül én is ellenzékben éltem, gondolkodtam, nem akartam ezt az országot elhagyni, szuper dolgok történtek a, az életemben, a barátaimmal, a ne totalizáljuk a politikát, még akkor se, ha bizonyos ellenzéki szereplőknek ez valóban a saját életük kudarca. De ezt ne ki az ellenzéki pártok szavazóira, akik közül 1,9 millió magyar ember van ebbe az országban, szerintem mindenkinek az erejére szükség lesz az elkövetkező időben. Még egy dolgot ehhez azért, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy mivel valószínűleg egy olyan gazdasági válság fog Magyarországra is várni, ami nem csak Magyarországra, egész Európára. Borzasztó fontos lenne, hogy a hatalom ezt az 1,9 millió ember megnyugtassa, hogy hogy tényleg nem lesz egy sztálinista diktatúra, és tényleg nem lesz fasizmus, és nem ők lesznek az ellenség. Tehát azt hiszem, hogy, hogy ők ezért is érzik magukat most borzasztó rosszul, mert úgy érzik, hogy, hogy, hogy ők most kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, hogy elvesztették a saját politikai oldalukat, mert abban nem hisznek többé, de hát akkor ott egy diktatúra, amelyik őket most majd megbünteti. És a hatalomnak valahogy azt kéne elérnie, hogy ezek az emberek érezzék azt, hogy nem, tehát hogy mehetünk tovább, mehetünk tovább. Nagyon köszönöm Kis Viktor politológus ideológi ideológia kutató, Békés Márton a 21. század intézet igazgatója voltak a vendégeink, a hallgatónk számára pedig szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Hitrádió YouTube csatornáját, a közéleti YouTube csatornáját kövessék, és a csengőgomb megnyomásával iratkozzanak fel, mert így értesítéseket is kaphatnak erről a csatornáról, és mint ahogy ezt is, minden más adásunkat is itt fogják majd megtalálni, és itt tudják visszahallgatni. Köszönjük a figyelmet!